bosszúlovagjai gondoskodnak róla, hogy megbánt, hogy követtél lázadót. A bosszúlovagjai remek cellatársai lesznek Phobos hercegnek, gonosz tevő! Teli talál a terpojlon! És ez a föld okulár teljesen kő, vagyis kavics. Mindegy. Lőhettek! Lavina! A lovagok szétoszolni! Illúzió. Blank, érkezik, kérem! A fog, Blank! Használd a fogat! Az iskolai tornaterem közepe? Még jó, hogy nyár van. Blank szélozza Silver Dragon alaksorát, de örül, hogy visszajött bosszú biztos Huddersfieldbe. Én is. De most lássuk a készleteket. Különös tekintettel a 9-es méretre. Aztán kikutatjuk a lovagok nyomát. Lovagok nyoma veszélyes. Jöjjenek velünk, őrzők is. Sajnos ők mással vannak elfoglalva. Elkapta Kélöböt, megtámadott az iskolai bálon, még az álmunkban is üldözött minket. Szép rémálom. Egészen biztos, hogy a lovagokat is ő irányítja. Ne fogalmunk sincs, hogy ki a vénszatyor. Nevetsértésnek. Ne aggódj. Ezt rajzoltam. Az ábrázata nem ismerős a Kandrakar tanácsnak. Bár teljes erőben lenne a jó serő, de így nem érzem sem a kilétét, sem a célját. Bár valamit azért érzek. Bajba kerülhetnek az őrzők. Hát, én képes vagyok fénygyújtani, és életre keltem az elektromos szerkezeteket. Nem beszélve a láthatatlanságról. Telekinézis. Telepátia? Nálam csak a megszokottak. Amit tapasztalok, teljesen helyén való. Egy őrző számára. Úgy fejlődtök, ahogy vártuk. És örömmel látom, milyen remekül dolgoztok. Még álmotokban is. A harmónia a legfontosabb Kandrakar szívének, hogy hatékony legyen. Ó, nekünk is nagyon fontos a harmónia. Egy egész hetet fogunk együtt tölteni. Lazítunk a Cormorant Beach-en, hála a szüleimnek. Örömmel hallom. Élvezzétek a pihenést. Ki érdemeltétek? Na végre! A levegőt nem szennyezi lány lehellet. Én nem említeném a lehelletet, öcsi. A tiéd megolvasztja a vasat. Irma, Chris, nem hallgatom a piszkálódásotokat egy héten át. Remélem, hoztál füldugót. Melyik az én szobám? Éppen benne az. Az ágyad. Ne már! Irma 4 barátot hoz, és még jó szobát is kap. Hát, ha ez jó szoba. Nem, ez nagyszerű szoba. Egy hetes ottalvos buli. Egy fürdőszoba 8 embernek. Ez vicc, ugye?
cipendősz oda ment? Irma, miért kiabál Will a kenyérsütővel, és miért adott neki nevet? Jó, nem szereted a mazsolát, Judy, de ide a pirítost! Hé! Hey! Ups, bocs, papa. Azt hittem, kigyulladtál. Elég volt. Kifelé mindenki! Tudod, mi tenné tökéletessé ezt az utazást? Még 7 szoba? Ha itt lenne Caleb. Ah, kérlek! 5 percig nem bírnátok ki veszekedés nélkül. Ha tényleg együtt kéne lennetek, a végén Ejtésfalván nyaralnátok. Undok vagy! Hé, vajon mitől? Néha néz tükörbe. A legjobbtól tanult. Megijesztettél? Bocs, el kellett jönnöm Kornéliától. Egyfolytában csak is Kélőbről beszél. Igen, egy megszállott. De neked lehet a legrosszabb, mivel neked nem volt fiút. Mert én nem is akarok. Hát az mázli, mert nem valószínű, hogy találnál. Az. Mázli. Ki hitte volna, hogy gyerekjáték elszórni az elégedetlenség magvait? Egy kis bűbáj itt, egy kis bűbáj ott, és már csak aratnom kell. De elég már rólam. Te jössz, homokködör! Nem érzek lovagszagot. Csak büdös rohadt tojást. Ahogy mama szokta csinálni. Gyerünk! Ki kér üdítőt? Én 2 kérek, az előző tornyocska kiszárított. Nap munkájának. Hiába tettem tönkre a manikűrömet. Na, én követem a lábnyomokat. Elviszem anyádat egy romantikus vacsorára. Jaj! Ez egyre jobb! Inkább engem vinnél ki a Vidán Parkba. Apa, ne! Érezzétek jól magatokat! Mi azt fogjuk tenni. Inkább járnék Blankkal. Ez a legjobb, amit egy Vidán Park nyújtani tud. Hé, hey, el kell ismerned a szégyentelen sajt tényezőt. Willnek igaza van. Ilyet már réges-régen nem csinálnak. Kiszívom a véredet! Kiszívom a véredet! Ez totál büdös. Tudom, rossz, de szeretném látni, ha szánalmas. Milyen további izgalom vár. Csak nyög és nyög. Buta és buta. Krisz, figyelj, te elektromos szőrgolyó! Senki sem piszkálhatja az öcsémet! Mi a csuda folyik itt? Kiszívom a véletet! Na jó, ez nem válasz. Van egy szekérnyű üzemzavara! Kiszívom a véredet! Kiszívom a véredet! Vagy inkább ne! Nézd, Krisz! Tudom, ez ultra kreténnek tűnik. De van egy teljesen nem kretén magyarázat. Amire bármelyik pillanatban rájöhetünk. Ne aggódjatok, tudom, mit láttam.
A legklasszabb kísértett kastély a világon! Menjünk újra! Tudtam. A kéres gödrök füstjét használják, hogy árcázzák magukat. De nem látom homok gödröt. Biztos éhezget valahol. Aztán Blank éhezget valahol. A füsttől megéhezik Blank, a lovaktól lettek Blank. Maradj itt! Hallani akarom, mit terveznek. Bill, kit akarsz becsapni? A gépek animatronikok voltak. Animációs és elektronikus. Miért nem ismered be, hogy van egy kis problémád a varázserőddel? Azért, mert nincs. Bármi is történt, nem én voltam. De ki más tud életre kelteni dolgokat itt a Vidám Parkban? Ó, ez nem lehet igaz! Mi nem lehet igaz? Bill, olvasok a fejében. Ő keltette életre a szörnyeket Csinkből. Viccelsz velem? Az öcsémből majdnem vérfarkas ellenség lett. Ha bármi történt volna vele... Sajnálnád, ha nem te lennél, aki csinálta. Kezdek türelmetlen lenni. Mikor jön vissza homokgödör a régi kövülettel? Majd, ha végrehajtották a feladatukat, és az őrzők feloszlottak örökre. Kérlek, nem törődik Blank készségével. Hogy Blank talál kellemes ülésmelegítőt. Tökéletes. Vicces mese. Blank nem keresi lovagokat. Aki gősfürdőre jött. Mindenki tudja, Blank szereti a jó fürdőt. Mindenki tudja, te vagy az oka, hogy a királyi gárda mindig megtalál. Hiszek neki. Igen. Miért ne? A zöld görcs gőzfürdőt akar, és akkor a kiköl, meg is kapja. A segíteni a Blank azt mondanám, nagyon-nagyon sajnálja. Mi az? Hé, Blank! Merre vagy? Megtaláltad már a lovagokat? Caleb! Tudhattam volna, hogy a korcs nincs egyedül. Utána! Sajnálom, nem vagyok elég hiszékes. A fogadat, Blank! Használd a fogadat! A fogadat elkapja, Kötti! Ne! A fogat! A fogadat! Blank Roxy-t érez nagyon. Add meg magad, Caleb! Nem tudsz mindenkit legyőzni. Jó, de téged elintézlek. Remélem beválik. Ezüst sárkány a laksor, Blank végre megérkezett az őrzők főhadiszállására. Remek. Csak épp ők nincsenek itt. Ébresztő vicc! Mindjárt kitudódik a titkotok! Bill, ez nem vicces. A szüleink itthon vannak. Ugyan már! A szüleid úgysem hallják meg. Ó, de olvasni tudtak, ugye? Szőlőli! Sajnálom, az út lezárva. Megvan! Csend, felébresztett Kriszt!
Elkapni! Kevés betűzi, túl sok kijönteni! Miért ölted meg? Az az öcsém kedvenc játéka volt. Sajnálom, gondoltam, meg akarod őrizni a titkunkat. Irma, nyugalom. Sok játéka van, majd megnyugszik. Persze, hiszen elkényeztetett porontja, akinek én vagyok a mintája. Mi? Szóval sokat veszek szel Krisszel, ez nem jelent... Ne kezd el! Mit tud egy egyke a testvérek közti viszonyról egyáltalán? Lányok, nyugalom! Különben ránk uszítod a pirítót? Az! Nehogy csínnyel próbálkozz! Milyen vezető az, aki csínyekre használja a képességét? Nem én voltam! És különben is! Nem én akartam vezető lenni! Se őrző, ami azt illeti! Egyikünk sem akart! Talán ideje, hogy abba hagyjuk. A gárdiánságot is, és a barátságot is. Végre valamiben egyetértünk. Elég! Orákl! Rettentően csalódtam, gyermekeim. A Kandrakár szívének mindenek fölött harmóniára van szüksége. De bennetek nincs harmónia. Se barátként, se őrzőként. Will, vissza kell térned a szívhez. Itt és most. Azt hiszem, cserben hagytunk. Megállj! Van egy kérdésem az Oráklhoz. Mi történt az árnyékoddal? Tényleg? Egyáltalán nem illik a megjelenésedhez. Nem jó ez a pillanat a feleselésre. Adjátok ide a szívet. A szívet akarod? Megkapod. Őrzők, egyesüljünk! Szív! És víz! És tűz! És föld! Levegő! Milyen közel! Milyen közel voltam! Ez ő, a vízszatyor! Elvette a fényhatalmamat! És hozott egy vendéget! Nem tudja valaki vajon, hogy lehet legyőzni egy partot? Mi lenne, ha kapna egy kis sárfürdőt? Fogadok, a varázslónő megváltoztatta az alakját, hogy becsapjon minket! Egymás ellen akart fordítani, hogy megszerezze a szívet. Quintessencia! Milyen eszencia? Nézzétek! Tele van meglepetéssel. Az időzítés, kedvesem. Benne van a munkaköri leírásomban. Lánk nem akarja elrontani pillanatot, de a szép pár bajban van. Hé, Irma, játszhatok? Egy kis tűzerő! Ez jót tesz a harmóniának! Várj! A varázslónő! Utálom, amikor ezt teszi! Sose enyém az utolsó szó! Van más bajunk is! Jaj, ne! A zajra felébredtek a szüleim! Tartsátok vissza a levegőt! El kell ásnom a bizonyítékot! Irma!
Sajnos lemaradtatok a tűzijátékról. Csodálatos volt. Tűzijáték? Miért nem ébresztettetek fel, Irma? Krisz, kérlek, ne vitatkozzunk. Inkább menjünk aludni. Szóval, akkor nincs több vita. Egy vénszatyor nem képes összeugrasztani a Witchet. Mi vagyunk a Harmónia Quintet. A végén Krisszel is megpróbálom. Na jó, majd egyszer. Ne dobjuk össze a pénzt egy új tűzoltó autóra. Ó, de szeretem, hogy van barátom. Nem rossz. Magyar hangok. Nemes Takács Kata, Simonyi Piroska, Dögei Éva, Roatis Andrea, Tamási Nikolett, Vági Viktória, Bókai Mária, Pálmai Szabolcs, Breyer Zoltán, Láng Balázs, Gruiz Anikó. Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.